Kornanita vagyok, televíziós kreatív producer és a Ruha Story YouTube csatorna, blog és Instagram oldal tartalom készítője, meg kókuszgazdája, hogy ez elég jól látszik, ez is egy fontos szerepkör. 2017-ben másoddiplomáztam a Moholy Nagy Művészeti Egyetem Design és Művészetmenedzsment mesterszakán, ahol felelősségteljes divatból írtam a diplomamunkám. A fenntartható divatnak több része van. Egyrészt fontos figyelnünk az anyagokra, hogy miből készül egy ruha. Minél természetesebb anyagokból készül, annál jobb. Ugye rengeteg műszálas ruha van a piacon, ezeket jobb, hogyha elkerüljük, mert ahogy egy műanyagparaszt lebomlási ideje is több száz év, úgy egy szintetikus ruha lebomlási ideje is ugyanennyi idő. Tehát jó, hogyha természetes anyagokat használunk. Ezekből is inkább keressük az organikus minősítésű, illetve a különböző például ökotex vagy GOTS minősítésű anyagokat, mert ezek garantálják azt, hogy a gyártás során is figyelnek arra, hogy minél környezetkímélőbb módon gyártsák azokat a textileket. A fenntartható divat másik nagyon fontos része az az etikusság, hogy hol és milyen körülmények között készülnek a ruháink, hogy megfizetik-e azokat a dolgozókat, azokat a varrónőket, mert ugye zömében nők készítik a ruhákat, akik elkészítik azt a darabot, amit mi mondjuk itt reggel kiválasztunk a szekrényünkből. Ugye sokszor érezzük azt, hogy fú, hát azért tényleg nagyon olcsó ez a ruhadarab, főleg egy-egy leárazáson, egy-egy fast fashion üzletben, csak hogy tisztázzuk, hogy mik azok a fast fashion üzletek. Ha az ember bemegy egy plázába, akkor gyakorlatilag ezeket látja, tehát azok az üzletek, amik folyamatosan ontják magukból az újabb és újabb ruhákat, ahol gyakorlatilag hetente kétszer cserélődnek a kirakatban a darabok. 2013-ban történt is egy tragédia Bangladesben, ez a Rana Plaza összeomlása volt, amikor több mint 1200 ember halt meg a romok alatt. Egyszerűen azért, mert borzasztó körülmények között egy omladozó épületben dolgoztatták őket, és egyébként világmárkák ruháit is varták. Én teljesen leállítottam magam erről, és én gardróbvásárokon vásárolok, gardróbcseréken én magam is elcserélek olyan ruhadarabjaimat, amiket már egy ideje nem hordok, tehát itt abszolút fel tudom frissíteni a gardróbomat. Ezen kívül vannak olyan second hand és vintage boltok, amiket nagyon szeretek, és ami szerintem még nagyon fontos a fenntartható divat kapcsán, hogy aztán hogyan őrizzük meg, hogyan ápoljuk a ruháinkat, hogy hogyan tud minél hosszabb élete lenni egy-egy ruhadarabnak. Ez például a nagymamám kendője, ez egy nagyon kedves kendő. Nekem emlékszem mindig, ahogy a ballonkabátján kívül, így a galérián kívül felkötötte, és amikor kipakoltuk a házát, meg a szekrényét, akkor előkerültek ezek a kincsek, és ezt én elraktam például magamnak. Ezt egyébként a hajamban szoktam hordani, vagy a csuklomra tekerve, vagy a táskámra, tehát ugye egy csomó variációs lehetőség van. Minden ezen a darabon emlékeztet a nagyszüleim házára, ők is egy ilyen kádárkocka házban laktak, és ez egy tomcsányi darab egyébként. Minden részlet ott van ezen a ruhán, tényleg még a macska is, meg a falnak támasztott bicikli. Nagymamám nyári konyháján volt egy ilyen színes szalagfüggöny, talán néhányan emlékeznek még ezekre a színes műanyag szalagfüggönyökre, amik ilyen régi nyaralókban voltak, és hát ezek a színes csíkok ezen a szintén magyar tervezői ruhadarabon engem abszolút erre a szalagfüggönyre emlékeztetnek. Még mindig sokaknak ez van a fejében, hogy ciki kétszer felvenni ugyanazt a ruhát, és az Instagram is ezt sugallja a posztokban, hogy nem lehet egymás után kétszer felvenni ugyanazt a ruhát, ami szerintem egész egyszerűen hülyeség, ezt nem lehet jobban megfogalmazni, mert miért ne lehetne kétszer felvenni, vagy akár 10-szer, 20-szor, 30-szor felvenni ugyanazt a ruhát. Egyébként van is egy ilyen szabály, hogyha megveszel egy ruhát, akkor előtte gondold végig, hogy legalább 30-szor fel fogod-e venni. Mert ha igen, akkor már tettél valamit a fenntarthatóságért. Lehet javítatni ruhákat, lehet újra felfedezni a saját szekrényünkben is ruhákat, egy csomó inspirációt lehet találni például, akár a Pinterestről, akár az Instagramról, hogy hogyan kombináljuk a már meglévő ruhadarabjainkat. Emlékszem arra, hogy nem tudom, tinédzser koromban, meg gyerekkoromban, ha kaptam egy új ruhát, akkor én azt kiakasztottam a szekrényajtóra, és ott volt két napig, hogy lássam folyamatosan. Annyira örültem neki, mint nem tudom, a karácsonyi ajándékoknak, amit mindig a karácsonyfa alatt hagytunk napokig.
Tehát valahogy vissza kellene térni ide, hogy a ruhavásárlás ne egy ilyen mindennapi dolog legyen. Látjuk ezeket a reklámokat, most is tele van a város velük, hogy leugrottam mosószerért, de egyébként egy ruhát vettem. És hogyha összeszámoljuk azt, hogy egyébként feleslegesen a fast fashion boltokban mennyi pénzt költünk el úgy, hogy ez csak 1000 forint, de majd jó lesz valamire, akkor rájövünk arra, hogy ha ezt a sok picit összeadjuk, akkor valószínűleg ugyanoda jutunk, mint hogyha mondjuk egy szezonban csak egy vagy két, de minőségi ruhadarabot veszünk. Csak szerintem nagyon kevesen ülnek le és számolják ki ezt, pedig biztosan meglepődnének. A körforgás az egyébként egy kulcs szó a divat témakörében is, tehát hogyha megvettünk egy darabot, akkor egyrészt szerintem úgy vegyük meg, hogy tudjuk, hogy nagyon sokszor fogjuk ezt hordani, másrészt úgy vegyük meg, hogy tudjuk, hogy olyan minőségű ez a ruhadarab, hogy adott esetben akár tovább is tudjuk majd adni. Mert igen, előfordul, hogy megununk valamit, előfordul, hogy már méret problémák miatt mondjuk nem tudjuk hordani, de akkor ezt tovább tudjuk adni. Ha már azt érezzük, hogy olyan ez a darab, amit szerintünk egyik ismerősünk, egyik barátnőnk sem tudna hordani, gardróbvásáron sem tudnánk eladni, akkor adományozzuk el. De nagyon fontos, hogy csak jó állapotú ruhákat adományozzunk el. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy az adományozás az nem egyenlő azzal, hogy a lyukas pólómat adom oda. Nem, a lyukas pólómat azt elviszem a ruhakonténerbe. Nagyjából 1500 ruhakonténer van egyébként Magyarországon, nagy bevásárló központok parkolóiban találunk ilyeneket, oda bedobjuk ezeket a ruhákat, és azokból vagy textilrongyokat készítenek, akár például kanapék, tömítő anyagának használják ezeket, vagy hogyha még olyan állapotúak a ruhák, akkor akár tovább értékesítik. Tehát, hogy ezért számtalan lehetőség van arra, hogy ne a kukában landoljanak ezek a ruhák. Ami nekem egy nagyon előremutató dolog a fenntartható divatban, ami szerintem nagyon progresszív, és most már egyre több fiatal tervező jön ki így az egyetemről, és mutat be így kollekciókat, az pedig az, hogy használt ruhákat használnak fel. Ezt nevezzük egyébként upcyclingnak, amikor valami régi darabot újraértelmezünk, és ezekből új ruhákat készítünk. Ez egyébként a világban is most már kezd egy trend lenni. A körforgás az így remekül megvalósítható, tehát gyakorlatilag ennek nagyon kicsi lábnyoma van, hiszen szerintem azzal a tudattal kijönni ma például egy Moméról tervezőként, hogy oké, itt vagyok, valamit alkotni szeretnék, viszont egy olyan iparágban, ami a világ második legszennyezőbb iparága, az azért nagyon nyomasztó tud lenni. Például csak az Egyesült Államokban évi 13 millió tonna ruhaszemét keletkezik, itthon Magyarországon egyébként ez az adat olyan 70-80 ezer tonna. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk az Egyesült Államok példáját veszük, hogy nagyjából két ilyen nagy kék zsák, amit szerintem mindenki ismer, most nem mondom ki ennek a bútorüzletnek a nevét, de mindannyian ismerjük ezt a nagy kék zsákot, tehát mondjuk kettő olyan zsák ruha a kukában landol fejenként az Egyesült Államokban. Nagyon kedves felfedezés nekem az a Second Land nevű márka. Ő egy fiatal lány, aki most végzett egyébként a Momén, Becsei Réta, úgy hívják, és egy nagyon tehetséges fiatal tervező, és hát nagyon egyértelmű feliratok vannak rajta, és én azt gondolom, hogy néha nagyon egyértelmű üzenetek kellenek ahhoz, hogy felkeltsük a figyelmet erre a témára. A klímaváltozás az egy közös ügy, és ezzel mindenkinek foglalkozni kell a mindennapi életben, a gardróbjában is. Kordanita vagyok, és a divat a szívügyem, a fenntartható divat pedig még inkább a szívügyem, és ez a kettő ez nem zárja ki egymást. Tehát, hogyha szeretünk szépen öltözködni, attól még tudunk tudatosan is öltözködni, attól még oda tudunk figyelni a környezetünkre és a bolygónkra. Egyszerűen szavazzunk a vásárlásainkkal, mert hogy minden egyes alkalommal, amikor megveszünk egy ruhadarabot, azzal leadunk egy szavazatot arra, hogy az unokáinknak milyen bolygót fogunk hátrahagyni. Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek. Mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő időben.